Bárhogy is változtatja a Fidesz a választási rendszert, bármit is nyújtat be a mi hazánkkal, a budapestiek nem kérnek a Fideszből, nem kérnek abból, amit önök műveltek ebben az várossal és ebben az országgal. Önök akkor az akut fognak kapni jövő nyáron, amit már most elkezdték a kármentést, és mindenféle trükkel akarják megakadályozni, hogy ráférjen az arcukra ez a vereség, már ha egyáltalán találnak egy olyan lelkes balekot, akit ki tudnak állítani főpolgármester jelöltnek, és akit a biztos vereségbe küldenek. De azért az elmúlt hetekben és elmúlt napokban bemutatott koreográfia azért az megmutatta nem csak a Fidesz szándékait, hanem a mi hazánk helyét is. Itt van az új szolgapárt, amelyik az önök nevében benyújt egy törvényjavaslatot. Reméljük, hogy élvezni fogják az Orbán Viktor mellényzsebe és farzsebe közti teret. Micsoda csodálatos nemzeti politika ez. Tudja, tisztelt fideszes képviselők, miközben önök a választási rendszerrel manipulálnak, addig mi dolgozunk, egyeztetünk, programot alkotunk. Ezért fogjuk megverni önöket Budapesten júniusban, és ezért lesz Budapest újra a kormányváltás a magyar köztársaság helyreállításának a motorja.